Méltóság teljes és példátlan, így jellemezték a békemenetet a résztvevők. Közéleti személyiségek és civilek is a magyar nemzet összefogását, valamint a kormány támogatását hangsúlyozták. Többen azt mondják, a tegnapi demonstráció egyértelműen kifejezte, hogy Magyarország nem kér az előző szocialista kormányok hazugságaiból. A több mint félmilliós tömeg két óra alatt ért a Hősök teréről a parlament elé. Soha nem látott összefogásról és méltóság teljes demonstrációról tettek tanúbizonyságot a résztvevők. Mindannyian a kormány melletti szimpátiát hangsúlyozták. A támadások keresztüzében állunk és felháborítónak tartjuk. Tehát itt messze menőkig demokrácia van, talán túlságosan is. Demonstrálnunk kell, hogy együtt gondolkodunk a kormányzattal, és majdnem mindenben egyetértünk velük. A békemenetet támogató Széles Gábor nagyvállalkozó az évtized tüntetésének nevezte a megmozdulást. Körülbelül félmillió ember vonul, és állítólag már félmillió ember a téren van, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy Kocsut mondom, hogy leborulok a nemzet nagyságára. Ekkora támogatottságra a főszervezők sem számítottak. Ez minden álmunkat felülmúlt, ez valami fantasztikus, de nem is találok szavakat, ez hihetetlen. A Kossuth téren valójában négy rendezvény volt egymás után, annyian demonstráltak. Újabb és újabb csoportok érkeztek a tér minden irányából. Végre látják azt, hogy egy hangos kisebbség, amelyik próbál valamit elhitetni rólunk, annak nincs igaza, mert ez az igazság, amit itt látnak a külföldiek. Remélem, hogy érteni fogják. A menetet a provokátorok elkerülték. Tehát volt a szép benne, hogy ilyen tulajdonképpen egy sem volt. Jókai Anna példátlan összefogásnak nevezte a békemenetet. Az elmúlt időkben hazánk történelmében páratlan és példátlan esemény volt. Ez a stílusában is méltóságteljes, hozzánk, magyarokhoz illő, igazán, igazán szép bizonyságtétel, mert ez egy bizonyságtétel volt, ez egy tanúságtétel volt, hogy nem a hazugság birodalmát akarjuk élni. A többszörös fogadhajtó világbajnok Lázár Vilmos is a kormány megerősítését hangsúlyozta. Ha a sporthoz lehetne hasonlítani, akkor olyan, mint mikor ülünk egy mérkőzésen, mondjuk mint szurkolók, és egymást is erősítjük, egymást is buzdítjuk, egymást is lendületbe hozzuk, és ezzel hatalmas erőt adunk annak a csapatnak, aki a pályán van. Hát szerintem az a csapat, aki most a pályán van, az ebből a tömegből, ebből a hangulatból, ebből az együtt gondolkodásból, ebből hatalmas nagy erőt meríthet. Pap Lajos szívsebész is a tömeggel tartott szombaton. Azt mondja, a magyar nemzet nem csak alaptörvényében, hanem viselkedésében is keresztény volt. Nagyon könnyen össze lehet hasonlítani akár az operaházi eseményeket, akár az Európai Parlamentben, hogy a gyűlölet, a harag mit okoz az emberekbe. Fröcsög a szájuk, a nyáluk, indulatok és rossz indulatok mit okoznak az embernek. És megérezhettük azt, hogy a szeretet mindent le tud győzni. A békemenettel egy időben itthon és határon túl is szimpátia tüntetéseket szerveztek. A rendezvényekhez több ezer ember csatlakozott.